Gamelin tábornok, francia hadsereg főparancsnok megszemléli a csapatokat. Windsor hercege megtekinti a francia földön küzdő angol tüzérséget. Német bombavető repülőgép, amelyet a franciák lelőttek. Kilenc francia repülőgép, mely szembeszállt 27 német géppel. A külkereskedelmi hivatal a gazdák érdekében kiszállítás előtt ellenőrzi az előírt sertésárak betartását. Sertés kivitelünk főképpen a Német Birodalomba, a Csemorva protektorátusba és Szlovákiába irányul. Az angol módra készített békünk egyetlen átvevője Nagy-Britannia. Dobozsonkát az Egyesült Államokba szállítunk. Zsír csak ellenőrző jeggyel exportálható. A magyar szalámit külföldön mindenütt szívesen vásárolják. A csehszlovák kormányzat magyar ellenes céljait szolgáló földbirtokpolitika hatalmas magyar birtokokat vett el a tulajdonosaiktól, és azokat a betelepített cseh és morváknak juttatta. A Bodrog köz, Gömör és a Garamente egy-egy állomása a felvidéki földreformnak, és a cseh-morva telepes községekben ma már újra 18 ezer holdon magyar gazda szántja a földet. A felvidéki földreform során mintegy 100 ezer hold kerül magyar kézbe. A föld árát 47 év alatt évi 4%-os törlesztéssel kell az új tulajdonosoknak kifizetniük. Thank you.
Zúgjanak a magyar szirénák fel a magas égbe, és hirdessék ott is a magyar igazságot, de zúgjanak a magyar szirénák be a magyar szívekbe és lelkekbe, hogy azok soha se csüggedjenek, mert a magyar jövő vártáján rendületlenül őrt áll a szárnyas dandár, a légvédelmi ágyú, valamint a légoltalom minden szerve és minden tagja. Ez a bronzcsohor a közgyűlés tagjait és a város érdemes polgárságát egyaránt örök időkre figyelmezteti majd azokra a legnemesebb magyar erényekre, amely erények a magyar sors kialakulására, hogy döntően hatottak. A magyar nép ujjongva köszönti vezérét, és örül, hogy egy napon joga van a legnagyobb nyilvánosság előtt beszámolni érzéseiről, meleg szeretetéről, ragaszkodó tiszteletéről, amelyet a magyarság nagyirányítója, Magyarország kormányzója, Vitéz nagybányai Horthy Miklós iránt érez.